Egyesületünk is nagy bajba került a koronavírus miatt, hiszen lecsökkentek az adományozók száma, mind a tárgybeli, mind a pénzbeli adomány nagyon kevés, és emiatt az állataink ellátása veszélybe került. Kis létszámmal dolgozunk ugyan, de nekik is minden nap biztosítanunk kell a tiszta helyet, az állateledet, a takarmányt, a fertőtlenítőszerekkel való takarítást, a macskalmot, és legfőképpen cicaeledelekre, illetve cicaalomra lenne szükségünk. Az utóbbi időben sok tagunk beteg lett, hál' Istennek nem a koronavírus miatt, viszont ők kiestek az önkénteseink köréből, tehát nagyon kevesen látjuk el az állatvédelmi központunkban az állatainkat, és nagyon örülnénk annak, hogyha segítségünkre sietnének, és akár cicaeledellel, vagy cicaalommal tudnának bennünket segíteni. Kutyusaink is vannak, de legfőképpen cicákkal foglalkozunk. A városban, Hódmezővásárhelyen a TNR módszerrel cicákat is ivartalanítatunk, utcai cicákat, és őket lábadoztatjuk a központunkba. Tehát nagyon hálásak lennénk azoknak az állatbarátoknak, önkormányzatoknak, vagy akár az államnak, vagy bárkinek, aki a segítségünkre tudna sietni, és támogatást tudna nekünk nyújtani.